Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma folytatjuk színészportré beszélgetés sorozatunkat. Vendégem pedig olyas valaki lesz, aki hisz a változásokban, Robert De Niro után szabadon, a tehetség a választásokban, illetve a változásokban rejlik. Nos, ő az, aki 2012-ben érkezett meg Székesfehérvárra, 4 esztendővel később már a Vörösmarty gyűrű birtokosa lehetett, színésztársai, kollégái szavazatai alapján, akinek az első szerepe 2012-re tehető, és az utolsó pedig egy olyan Billy Flynn alakítás, amely most a kritikusok díját nyerte el a Chicagóban, amire azt hiszem mindenki felkapta a fejét. Ha már a kritikusok megtették, akkor elmondhatjuk, hogy mi is. Tehát vendégem Sági Tamás, tisztelettel köszöntelek, szervusz. És köszöntöm a nézőket, szervusz. Ez a Robert De Niro idézet azért volt, mert valamelyest hasonlítasz rá, abban az esetben legalábbis, hogy ugye a tehetség a választásokban rejlik. Nagyon-nagyon sokat kellett választanod és vállalkoznod bizonyos dolgokra. Főleg, ha onnét indulunk el, hogy ugye Esztergomban jártál középiskolába, és gépésztechnikusnak tanultál. Így van. Aztán jött egy ember, akinek sikerült rábeszélnie, holott nem fülött a fogad hozzá, hogy kezdje a színjátszással foglalkozni. Igen, hát én nem az a színész vagyok, aki gyerekkorától erre a pályára gondolt, és ezen a pályán akart létezni. Nekem egy barátom abban az iskolában, amit említettél, Esztergomban a Hely József Károly nehéz gépipari technikum, ez volt a neve. Én oda jártam ebbe a technikumba, és a Fand Ferenc kollégám, aki most egyébként Miskolcon van, és remek színész, ő próbálkozott ezzel, mint diákszínjátszó ott az iskolában. Én meg mindig elmentem és megnéztem őt különböző produkciókban. És ott volt egy nagyon kedves, nagyon jó irodalmat, történelmet és angolt is tanított egy tanár, aki egyébként régebben a rádióban is dolgozott egyébként, azt tudom, mert egyszerű elvitt oda, és volt egy kis munkánk vele későbbiekben. Na mindegy, ő egyszer csak kiszúrt engem, mint később megtudtam, és közölte velem, hogy hát jövőre a Gibi Show-nak a Szent Johanna című darabját akarja megcsinálni, és hogy én játszom el a Bori grófot. És mondtam, hogy itt valami tévedés lesz, én csak a barátomat jöttem megnézni. De jó tudja, de hogy ő szeretné. De mondom, hát miért játszom én el a Bori grófot? Hát én nem akarok színész lenni. Na mindegy, és ez ment 2 hétig. Tehát minden nap az iskolában összefutottunk, vagy órát adott nekünk, akkor ezt mindig felosztott. És ez engem a végén már annyira, már menekültem előle, és egyszer csak azt mondtam egy gyenge pillanatomban, hogy jó, akkor eljátszom. Ez eldöntötte a sorsod, hogy beadtál a derekadat? És akkor onnantól kezdve én tehát annyira emlékszem erre, hogy volt egy próba, persze, illetve pontosabban nem izgultam, mert az volt bennem, hogy hát úgy mentem el a próbára, hogy na, most akkor végre, akkor inkább jó, eljöttem, de hogy akkor már derüljön ki, hogy ez teljes képtelenség, hogy semmi közöm a színpadhoz, és akkor már békén hagy végre ez a tanár. Aztán nem így történt. De aztán gyorsan kiderült, hogy igenis van érzéket hozzá. Ráéreztél az ízére ideje korán? Hát igen, mondhatni, hogy igen. Én nem tudom, hogy mások, mert ugye ezt csak én éreztem így, de én igen. Azért, mert ez egy ilyen értelemben legalábbis nekünk ma, ennyi idő után azt mondjuk, hogy ez volt az a kegyelmi állapot, ami elhozott ide Székesfehérvárra is. Igen. És hogy került ez Zalaegerszegre, a világ végére, ahogy tetszik, hiszen a Zalaegerszeg Elvesi Sándor stúdióban végeztél. Igen. Az pedig úgy történt, hogy szintén a Fand Ferenc nevű barátommal, aki miatt az egész elkezdődött, mi jelentkeztünk a főiskolára. Én második rostáig jutottam, ő 3-ig, de egyikünket se vettek föl. És akkor mondtam, hogy jó, akkor ennyi volt ez az egész, nem sikerült, rendben. És akkor egyszer csak egy pár hét múlva följöv engem a Feri, hogy menjünk ez Zalaegerszegre stúdiósnak. Mert ő úgy hallotta, hogy most ott remek kis stúdió van. Mondtam, hogy menjünk. Azt sem tudtam, hogy mi az, meg hogy, meg merre, hány méter. Elmentünk. Az egy külön történetlen, ezt most nem mesélem el, a felvételi vizsgánkat. A lényeg, hogy oda fölvettek minket. És akkor én oda jártam 3 évig. Mit lehetett megtanulni a stúdióban? Azért az egy jó ugródeszka volt,
Már csak Zalaegerszegre gondolok, hiszen a későbbiekben számtalan remek rendező és színész dolgozott ott. Én csupa jót hallottam erről. A Bagó Bercitől a Nagy Petig át, Petin át, hogy igaz, hogy a világ végén volt már, mint mindenkinek, mint azt mondom, hogy mint a Miskolc-Zalaegerszeg távolság, főleg valakinek, aki azért Pest megyében élt és született. Hát nyilván az ember egy kicsit nosztalgikus érzésekkel van ezekhez a dolgokhoz, de én szerintem tényleg az biztos, hogy nagyon ambiciózusak voltak azok a színésztanárok akkor, amikor mi oda jártunk. Ez még egyébként a Bagó Bercék előtt történt, de én például a Palásti Bea színművész tanáromtól rengeteget tanultam. Ő most Veszprémben, ha jól tudom. A Faragó Andrástól talán azt mondom, hogy így jött Topi, így mindenki ismeri, aki most az operáció, ő a zenés mesterséget tanított ott nekünk. És Farkas Ignáctól, aki most pontosabban azóta is Zalaegerszegen van, és egy kiváló színésznek tartom most is. Vagy említhetném Balogh Tamást, aki verstant tanított. Tehát, hogy egy nagyon komplex képzés volt, és nagyon akartak ezek a tanárok, és mi szintén nagyon akartunk. És ezt nekem mondjam, hogy a harmadik év végén a vizsgánk, ami a Olbinak az Éterív című darabja volt, az olyannyira megtetszett a fiatal kecskeméti hármas triumvirátus igazgatóéknak, akik eljöttek megnézni ezt a vizsgát, hogy amikor én emiatt a vizsga miatt elhívtak és elszerződtem Kecskemétre, akkor ezt a darabot, ezt a vizsgát, ezt fel akarták venni a repertoárra. Ami szerintem azért ez egy elég nagy szó. Ez egy óriási dolog, így van. Ez egy elég nagy szó. Nem jött össze, azt is hozzáteszem. Mm-hmm. Ott azt hiszem, hogy valami anyagi problémák miatt, mert akarták, de azért valahogy nem jött össze. Tehát kimaradt az életedből a színművészeti főiskola, igen. Az a szenvedicsérős, szembehazudós korszak, viszont ott volt neked ez a bezzeg világ, mert hogy Zalaegerszeg azért valljuk meg, mégis olyan volt, hogy bár számtalan nagyszerű színész került ki onnét, de mégsem a színművészeti főiskola. Tehát ott mindenki bizonyítani akart, és ahogy felsoroltad remek tanárokkal, ez sikerült is. Így van. És hát óriási szerencsém volt. És akkor Kecskemét. És Kecskemét. Tehát akkor egyenes utad vezetett a Katona József Színházhoz, az már egy veretes társulat, az egy remek társulat volt az akkor is. Az egy remek társulat volt, ráadásul már csak azért is, mert szinte kísértetiesen hasonló ez a mostani helyzet, vagy ez a mostani állapot, amiben most vagyunk, mármint színház értelemben, mert akkor is, amikor én oda szerződtem, egy teljesen új igazgató, a Baj József volt akkor az igazgató, ők akkor kapták meg hárman a Baj József, a Hasánysom Laci, meg a... Ja Isten, majd eszembe föl, milyen Zoli? Majd itt is rendezett, majd eszembe jut elnézést. És az egy formálódó társulatot, és ők véletlenül lekeveredtek, mondom, Zalaegerszegre, és meglátták ezt a vizsgát. Meg még más vizsgáim is voltak, meg mindenki másnak is, de a lényeg az, hogy minket onnan hármunkat elhívtak. Kecskemét, hogy szerződjünk oda. Én el sem végeztem még, mert akkor még 4 éves volt az a stúdió, mondták, hogy szerződjek, és akkor volt, ez egy nagy kérdés volt, hogy most maradjak, mert én már akkor ott egyébként, hát úgy látszik, tetszettem az ottani embereknek is, mert a Farkas Ignác, aki a tanárom volt, ő ott rendezett egy mesedarabot, rögtön adott benne egy nagyon jó szerepet, aztán játszottam a Harsány Sőm Lacinak ott volt a vizsgarendezése, akkor ott egy Molière darabba beleraktak, tehát hogy ott akkor nekem ott elkezdődött valami, és ez egy döntés volt, hogy én maradok-e ezen a biztosnak tűnő vidéki, zalaegerszegi stúdiósból kinőtt színésznövendékként, vagy pedig veszek egy levegőt, és belevágok egy számomra legalábbis egy nagyobb, de ugyanakkor egy ingoványos talaj. Ugyanakkor ez óriási kihívás volt mindenképpen, és ráadásul várt rád egy olyan szerep, amit nem győzöl megemlíteni. Én azon nőttem fel, a Jézus Krisztus szupersztáron. Ja, az is volt, igen. De nem az volt az első. Nem az volt az első, igen. De ezt mindig megemlíted, azt a Pilátus szerepet. Hát, te nagyon jól informált vagy egyébként, de mondjuk jó, azért mindig nem, de nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Tehát tényleg nagyon szerettem, és az egy, szerintem mindannyiunknak ott egy hatalmas munka volt. A Ladányi koreografált, a Lendvai Zolina, eszembe jutott a nevet, aki az előző, mert ő is benne volt ott abban a hármas egységben, mint igazgatók,
vagy mint főrendező, és nem tudom már pontosan, hogy volt. És azt ő rendezte, és én ott Pilátust játszottam, és hát egy tényleg egy professzionális zenekar lett oda leszerződtetve, és mi étnappalával tanultuk, és énekeltünk, és tehát ott minden hangnak a helyén kellett lenni. Ez egy nagy munka volt, igen. Aztán jött a József Attila. De időközben beszéljünk egy kicsit a Jóban Rozmanról, hiszen a Vidovszky Nándor, aki szereti a szappanoperákat, lehet szeretni és nem szeretni, az bizonyos, hogy főleg mostanság azért el vagyunk látva bőségesen, és számtalan kollégád, tegnap például Varga Gabival szembesültem a jó hősök, vagy... Ja, igen, ő most bekerült a... Azt igen, hiszem, a... aztán annak idején Závodszky Noémitől kezdve, tehát nagyon sok mindenki játszik, de jók ezek. Viszont ez is óriási kihívás egy színésznek. Hát... Hogy vagy színész vagyok, mert azért valljuk meg, hogy néha lealacsonyítják. Hát nézd, ugye ez egy kicsi ország, kicsi szakma, tehát nagyrészt ismerjük egymást. Én amikor ebbe belevágtam, ezt mondjuk én ezzel nem nagyon szoktam, tehát ugye persze a szűk baráti köröm ezt tudja, de szóval én nem úgy vágtam bele, hogy nekem, hogy mondjam neked, ne lett volna, akkor a József Attila színházban voltam, de játszottam akkor már vendégként Debrecenben, aztán igen, mindegy, a lényeg a József Attila színházban voltam, és én azt éreztem, hogy én nem, tehát nagyon, nagyon szerettem az ottani kollégákat, és nem megtagadva az ottani létezés, de azt éreztem x év után, nem is tudom, 4 vagy 5 évet voltam, hogy szóval nekem most váltanom kéne, tehát nekem most valami nagyon kéne. És megmondom őszintén, voltak színháztól is felkérések, hogy még akár, hogy le is szerződjek, de egyik se volt olyan színház, számomra ezt hozzáteszem. Tehát, hogy nekem úgy éreztem, hogy én nem bágyódtam egyikhez se. És akkor azt mondtam, hogy viszont jött egy lehetőség, hogy játsszam el ezt a szappanoperában ezt és ezt a szerepet. És azt mondtam, hogy én akkor most ezt is kipróbálom. Én ezt akkor most váltok, és már én jól tudtam, főleg abban mi idő, amikor még ezt mi elkezdtük csinálni, mert most már ugye azért majdnem, hogy minden színész szörül, hogyha benne van egy ilyenben. De akkor még nagyon, akkor még eléggé elítélték ezt a műfajt. És én azt mondtam, hogy viszont úgy nagyjából persze csak, de nagyjából azért egyrészt tudják, hogy én milyen színész vagyok így a rendezők és a kollégák, de ha meg nem, hát most engem ugyanakkor hogy mondjam, ez... tehát engem ne ez alapján, nem is azt, hogy ne ez alapján ítélnek meg, hanem hogy mindegy, én megcsinálom, nem fogok ezekkel foglalkozni. Én akkor is ugyanilyen színész vagyok, voltam, leszek, nyilván megpróbálok minél jobb lenni, az ember próbál fejlődni, de hogy én emberileg és szakmailag nem fog változni, de ez nem egy ilyen tudatos, hogy mondjam ezt ilyen, hanem most így utólag mondom ezt, én akkor azt mondtam, hogy akkor is csinálom. Volt bennem, pláne fiatal koromban egy ilyen, hogy hát nehogy már ennyi mindennek akarok én megfelelni, én ezt ki akarom próbálni. És mondom, mivel nem volt olyan színházi felkérés, ami engem izgatott volna, ezért azt mondtam, hogy akkor viszont inkább ezt. És tagadhatatlan, ott is elmondtam, megkérdezték ott a producerek is, hogy akkor ezt miért csinálod igazán? És mondtam, hogy a pénz miatt. Pénzért? A pénz miatt. És akkor azt mondták, hogy hó, és a hír, mondom, ez engem különösebben nem. Kicsit álszerény vagyok, de nem nagyon, és azt mondtam, de ugye azt nem feltételezi senki, hogy azért, mert én a pénzét csinálom, hogy én nem a lehető legjobbat és a maximumot fogom nyújtani. Hiszen országos elismertséget hozott ez meg, azért valljuk meg. Tetszik, nem tetszik, nézik ezeket a zsorokat, valaki bevallja, más nem. Na mindegy, csak... Vágytál igen. Egyébként vissza a színpadra? Hogy nem. Mert közben azért voltak felkérések, igen, ahogy és mondom. Én csináltam is közben. Tehát, hogy emlékszem, most nem tudom, hogy van, de voltak ilyen kizárólók, hogy akkor most akkor csak ezt csinálni, meg nem tudom, én mondtam, hogy én nagyon szívesen, kipróbálom ezt, de olyan nincs, hogy én mondjuk, hogyha jön egy olyan, akkor ne menjek a színházba. Nyilván az ember megbeszéli, meg leegyezteti, tehát önnek már egy technikai része, hogy se a színház, se a sorozat ne sérüljön. Össze tudtuk egyeztetni. Tehát ez működött folyamatosan. Ugyanakkor, amikor megérkezett a Vörösmarty Színházas megkeresés, ennek 7 esztendeje, mi volt az, ami vonzott, idehozott? Ez még egy előző igazgatói éra volt. Igen, a Quintus Konrád volt akkor még a megbízott igazgató.
Akkor én pont abban az időben, mielőtt ide szerződtem volna, akkor én szabadúztam. Játszottam Veszprémben, visszahívtak Zalaegerszegre nagyon-nagyon sok év után. Játszottam a Karinti Színházban, tehát itt-ott így jöttem-mentem, Tatabányán játszottam. De már nagyon, de nagyon szerettem ezt a, megmondom őszintén, ezt a fajta szabad életet, ami egy szabadúszó élete, de belefáradtam. Lelkileg, meg az embernek van egy családja, tehát hogy ez akárki akármit mond, azért bizony-bizony tud sérülni az a fajta viszony, ami egy család és egy színész vagy színésznő, amikor tényleg nagyon sok felé kellett menni. Tehát hogy az ember elkezdett vágyni, hogy tényleg jó lenne már. Na mindegy, és akkor egyszer csak jött egy ilyen felkérés, hogy akkor még a Quintus Konrát hívott föl, hogy játsszak el itt két szerepet vendégként. Nagyon megtisztelő volt, mondtam, rendben van. De közben a Szikora Jánosék aztán megkapták a színházat, de természetesen, mint ahogy ez ilyen iratlan szabály, nem rúgták föl az előző megállapodásokat és szerződéseket. Mondták, hogy természetesen ez az évad, ugye ez mindig ezt az összfér évadot szoktuk ez mondani, volt, amikor még az előző garnitúra szerződtet és mond szereposztásokat és darabokat, viszonylag tiszteletben szokták tartani, főlegább az első évet. Rendben is van, és akkor egyszer csak azt hiszem, egy ilyen november-december környékén felhívott a Hargita Iván, hogy ha már úgyis én itt játszok vendégként, nincs kedvem ide szerződni. És akkor én ott vettem egy levegőt, hogy tulajdonképpen mégis erre vágyom már, és akkor megkérdeztem, hogy hát mondjon már valamit, hogy kik jönnek ide, kik vannak itt, milyen kollégák lesznek, kik fognak rendezni, stb. És akkor, amit elmondta, azt mondtam, hogy hát ez... Igen. Ez egy nagyon izgalmas történet, vágjunk bele. Igen, így is történt. Én még emlékszem arra az időszakra, mi is kapkodtuk a fejünket egyéb iránt, hogy a Szikora után Bagó Berci, Hargita Iván, Horváth Csaba, azt soha nem gondoltuk volna, és akkor a Varga Gabiék, Tóth Ildikó, Varga Mária, és csak jöttetek, hála Istennek teszem hozzá, és akkor kiderült, hogy egy olyan műsorpolitikát folytat, egy olyan repertoárt állít össze János, ami azt mondom, hogy már a legjobb vidéki színházakat idézi, most nem mondtam színházat, de ez valóban így van, és ráadásul egy olyan csapatot szedett össze, azt hiszem, hogy a fehérvári színház szerető közönség csak ámul-bámul, hogy esztendőről esztendőre milyen széles az a repertoár, amit ti tudtok. Ebben reménykedtél egyébként? Igen. És ez megerősítés nyert. Te csodálatos kollégáim vannak, de tényleg. Tehát emberileg is, és szakmailag is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon remek emberekkel ismerkedtem meg, és nagyon hálás vagyok a sorsnak. Tényleg én annyira boldog vagyok, mert egy színész életében az is egy ilyen nagy dolog, hogy egyszer, de így, hogy kétszer, mert ugye nekem Kecskemét, és ez is egy ilyen olyan színházba jövök, ahol nem csak én jövök újként, hanem hogy mindenki valahonnan jön, és benne vagyunk egy kezdetben, ami bármi lehet, és mindenki azon van, hogy jó legyen. Szóval ez egy nagyon izgalmas tud lenni. Az öt lány, aki körülvesz téged, az akkor most megnyugvással tapasztalja, hogy egyrészt a helyeden vagy, sikerekkel teli. Hát igen, egyrészt boldogok, meg örülnek nyilván az én sikereimnek, meg hogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon szeretem azokat a munkákat, amiket mostanság csinálok, vagy mióta itt vagyok, és egyre jobban. És hát az nem utolsó sorban, ugye én most Budaörsön lakom, hát ez az innen tényleg 40-45 perc ki autóban. No, nézzük azokat. Ugye Bizánc Demeter nagyherceg volt Bagó Bercivel az első 2012-ben, de azért vannak itt nagyon veretes. Tehát ha csak azt mondom, hogy 2013-14-ben ott volt a Lír király, a Koldus és Királyfi, az Indul a Bakterház, Bagó Bercivel Szurdi ott az egyik. Aztán, ha tovább megyek, itt a papíromon a Padlás, az Lendvai, akkor rendezett hosszú idő után először Fehérváron, az egy nagyszerű dolog volt, de itt volt a Vérnász, a Hamlet, ami Szikora rendezésben.
Ez mind-mind olyan, 12 dühös emberre külön emlékszünk, hiszen akkor láttuk sok mindenkit először. Igen. Fehérváron. Fantasztikus volt a Play Strindberg, nem különben, a Szálakakuk félszfére, McMurphy-vel, tehát az fantasztikus. Ahogy elkezdődött, az végig íve volt a történetnek, hogy mindig megkaptad, mindig hozzájutottál ahhoz a szerephez, amit te elképzeltél magadnak? Nem. Nem? Ugyanúgy, ahogy Kecskeméten is, és itt is. Hogy mondjam, tehát, hogy meg volt mindenkinek a lehetőség, magamról beszélek, mert bocsánat, nem akarok más nevében. Tehát én úgy éreztem, hogy megkapom a lehetőségeket, de kevesebb, vagy kicsit, hogy mondjam, úgy azt éreztem, hogy jó szerepek ezek, jó szerepek, de ugye minden színész azért arra vágyik, hogy azért mondjuk egy évadban legyen egy olyan legalább, ami úgy egy kicsit úgy a, hogy mondjam, tehát hogy ez rendesen megterheli. Tehát, hogy neki vinnie kell ezt az előadást a hátán. Ez most megtörténik, de majd erről később egy igen, kicsiben. Igen, meg hál' Isten megtörtént régebben is. Igen. Tehát nem, azért mondom, hogy félretés, nem panaszkodásból, de egy picit így ismerkedés. Nem, inkább ezt mondom, hogy úgy nagyjából ismertek, a Szikora János egyébként pont nem. A Hargita Iván azt hiszem, hogy Veszprémbe látott, én akkor Veszprémbe a Vallóval dolgoztam, és ő is akkor rendezett ott, nem engem, de én azt hiszem, hogy ő ott látott, a Bagó Berci ismert, de nem dolgoztam egyikkel se. A Horváth Csaba egyáltalán nem ismert. És akkor nyilván volt egy összejöttünk, elkezdődtek az évadok, és akkor nézegettek csúnya szóval, és mondom, már az elején se kaptam rossz szerepeket, de ugye azt éreztem, hogy egyszer csak jött. Azt hiszem, hogy egyébként a nagy áttörés, tehát az igazán, nem akarok főszerepet mondani, mert a lényeg nem a főszerep, hanem egy olyan szerep, amit úgy igazándiból a hátán kell vinni az embernek, az a Horváth Csabának a Szálakakukja volt. Tehát McMurphy-ben. A McMurphy-t. Bár mondom, előtte is, amiket felsoroltál, akár a Padlás, tehát nagyon szerettem, nagyon jó szerep volt az is. Tehát a Play Strindbergben hárman voltunk, ugye. Igen. Tehát az is egy nagyon jó szerep volt. De a Kakukkfészek volt az első olyan, amire tényleg hát abban ott vinni kell. Abban lehetett lubickolni mindenképpen. Igen. A 2017-től én azt hiszem, az viszont már csupa fajsúly. Mert tetszik, nem tetszik nekem, a Pál utcai fiúkban oké, hogy lejöttek a fiúk Pestről, az oké, de nekem a Pál tanár úr szereped az zseniális volt, mert hogy az egy nagyon-nagyon fontos történet. Az a mellékszál, hiszen onnét indul, oda tér vissza az egész mindenség, és ez ugyanúgy a régi módi történet, az a szívem kellős közepén van, az a Szabó Magda, mert Szabó Magdában minden egyébként, igen. De az szintén a majd tényleg. Persze, figyelj, ezek mind olyan karakterszerepek, amik nagyon jó karakterszerepek, és nagyon szívesen játszik az ember, tehát én imádom. Tehát hála Istennek egyébként, hogy valami pici hangot adott a Jóisten, valamennyit, hogy különböző műfajokban a zenés, a vígjáték, a drámától kezdve, az abszurdig. Tehát én olyan hálás vagyok a sorsnak, hogy mind rendezőkben, és akkor ezt most tényleg nem is akarom elsorolni, nehogy kihagyjak valakit, de hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy mind darabokban, mind műfajokban, mind szerepekben, kisebb-nagyobbokban, és mind rendezőkben is például én nagyon-nagyon szerencsés voltam. Igen, hát a tavalyi év az ember tragédiája, ugye a Mercedes-Benz, ez a Vágy nevű villamos, és hát mindenek felett a Chicago. Azt azért mondom csak mindenek felett, mert hogy ugye a kritikusok díján okán megérdemli, de az mind remek darab volt, és igen, nagyszerű szerep neked is. Koronázási szertartási játék. Ugye tavaly második András voltál, Aranybullástól, Mindenestől, idén pedig Batukán, de előtte is már ott voltál kisebb szerepekben. Mit ad a koronázási szertartás játék? Ezt nem kötelező érvénnyel teszem fel ezt a kérdést minden színésznek, csak Székesfehérváron ez különösen fontos. Hogyne. Én annyira szerettem gyerekkorom óta a történelmet, és ez mind a mai napig él bennem, tehát hogy én kifejezetten azokat az olvasó próbákat, amiket a Szikora János szokott tartani még a legelején, ott egy olyan
gyönyörű történelmi kiselőadáson veszünk részt, vagy délutánon veszünk részt, amit én élvezettel hallgatok, és egyszerűen elámulok, hogy itt lehetek ebben a városban, és ez itt történt. Aztán tovább megyek ilyenkor gondolatban, és ez velünk magyarokkal. És akkor egyszer csak azt mondom, hogy és ez valami baromira izgalmas. Ezt tényleg annyiszor elmondtam, hogy hát a trónok harca gyakorlatilag végeláthatatlanul mehetne, mert annyira izgalmas. De azon túl, meg egyébként valóban, amikor aztán, hogy elkezdjük csinálni, és a végén lemegy ez a két-három előadás, ami szokott belőle lenni, valóban van egy, ennek az egész helyszínnek, nyilván kell hozzá, mert anélkül nem megy, az egész helyszínnek, ahol mi ott, ami ezt a szertartási játékot megcsináljuk, egy olyan felemelő érzése, hogy ez tényleg, ha most ebbe egy külföldi színészt, vagy akár kettő-három vendégként benne lenne, nyilván nem tudná átélni. Annyira sajátunk. Ráadásul tényleg túl az, hogy ez a mi magyar történelmünk része, itt helyben Fehérvár. És ez egyszerűen jó érzés, nem tudok jobbat. Szép és felemelő. Tehát ez egy hosszú, sikeres évad volt, megkezdődött az új, volt időt horgászni, teniszezni. Hát horgászni valami? Egyáltalán nem volt időm, de nem panaszkodhatom, mert az egész nyaramat végig nyaraltam és végig dolgoztam, tehát otthon alig voltam. Tehát tényleg akkora volt a gaz meg a fű, hogy kasszával kellett írtani, de jó volt, jó volt. No, és akkor visszaérkeztél, és ott vár rád Molnár Ferenc csodája. Visszaérkeztem, és tényleg egyik nap még a horvát tengerben fürödtem, és két nap múlva meg... És Turai a játék a kastélyban. Erre már vártál. Nincs színész szerintem, aki erre nem vár. Hát nagyon meglepett egyébként a dolog, mert nem számítottam rá, már csak azért sem, mert én elvileg a Novák Eszter darabjában lettem volna, de mindegy technikai, ilyen-olyan, ott is egy nagyon jó szereplet várt volna rám, de a lényeg, egyszer csak közölték, hogy akkor én játszom Turait. És így néztem egy nagyot, és hát persze nagyon megörültem, hogy egy ilyen, egy Molnár Ferencben tényleg egy olyan szerep, ami meg egy olyan előadások vannak előttem, akár a Madách Színházban Márkus nagy szerepe volt, tudom, hogy a Víg Színházban, Kern Andrissal, most játszom a játékszínben a ja Istenem, mindjárt mondom, a Micuval, Istenem, a Benedek Miklós, játsz a 10 éve. És most beszélgettünk is róla, tehát hogy olyan kiváló színészek és alakítások vannak előttem, hogy csak na. De hát nem baj, sőt, ez... Szóval, hogy ez egy ilyen furcsa, érdekes találkozni, és egy nagyon... Erre mondaná Ancsa Léva, aki mindig szépen fogalmaz, hogy akinek egyszer is mondták jászd el Turait, az ne kérdezze többé, hogy miért élt a Földön. Tényleg? Igen. Ezt egyébként Novák Eszter is megerősítheti, Novák Eszter, bocsánat, most hirtelen a másik darabra gondoltam, amiben végül is nem került bele. No, hát ez kegyelmi állapotban született ez a Molnár Ferenc darab, és hát ott leszünk természetesen a főpróbán, és próbáljuk bemutatni. Nehéz dolgunk lesz, mert ahhoz túl jó egy ilyen rövid idő. Tehát minden rendben van. Hát nem panaszkodom. Minden lehetne jobb, tehát most a rosszról nem beszéltünk, hát nyilván arról is tudnék, de minek? Hát most ennek közben meg annyi jó van az életemben, hogy tényleg nem panaszkodom. Jó. Akkor hagyjuk a rosszat, akkor invitáljuk meg mindazokat, akik még reménykednek, hogy esetleg tudnak jegyet venni a játék a kastélyban darabra. Esély az kevés. Igen, nem tudom, de jöjjenek, nézzék meg, mert mi gőzerővel készülünk, és tényleg egy remek darabról van szó, és hát mindent megteszünk, hogy remek legyen. Mi pedig ígérem, hogy ott leszünk, és kedves nézőink, önöknek is ígérjük, hogy természetesen a darab főpróbáján készült anyagot bemutatjuk önöknek, neked pedig akkor szép estéket kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Én is köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, mai vendégünkkel, Sági Tamással arról beszélgettünk, hogy milyen volt az ő pálya, és mi minden vár ránk színházrajongókra itt Székesfehérváron. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!